Először 6000-en volt az egész, és amikor minket ide kiküldtek az igazgatóságtól, nem volt ekkora a szennyezés. Most 75000-et mértek a zónába. De mi most benézünk, megnézzük, hogy a műszer szerint igaz-e az adat, hogy itt a terhelés olyan nagy, hogy az most már az egészségügyre ártalmas. A zónában fogunk vizsgálatokat végezni. Jaj, mi az ott? Területet megközelítettük, jelenleg ellenőrzésünk alatt tartjuk, és megpróbáljuk felderíteni, jelenleg az ország védelme előbbre való. Nem találtunk olyan jelet, amely alapján megkezdhetnénk az evakuálást. A sugármentesítést elnapoltuk. Hát engem mire bezártak? Hát itt nem arra volt szó. Hát a sugárzástól azt hittük, hogy megvakulunk. Erről ide bezártak. Én akkor mondtam a katonáknak, hogy menjenek innen. Megfogtak. Most azt mondják, hogy nekem a biztonságom érdekében készítették ezt az üveget. A sugárzás nem létezik. A sugárzás csak egy álca. Titkos kísérletet végeznek rajtunk. Itt van, ez az, álljunk meg! Oké. Okay. Mennyit mérsz? Ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz. Azt mondták, bazd meg, hogy 600000. Itt csak 18000 van. Nagyon alacsony ez az érték. Mióta van elzárva? A hadsereg értelmi jött. És azt mondták, szedjem össze a legszükségesebbeket. Azóta zártak ide. Egyszerűen nem értem, hogy lehet bánni a területen élőkkel ilyen módon. Nem észleltünk tüneteket, csak a megmondottakat. Mi van magával? Mi történt itt? Állítólag a tetonit benzoált. Nekem ennyit mondtak! Mi a neve? Farkunda! Sadanzidi! Hol dolgozik? Az elemgyárba. Miért van itt? Engem ide tettek. Azt mondták, a dózist kell rajta megmérni. Egy hete mutatta ki a kollégám, hogy ezen a területen a bentronit érték jóval magasabb az átlagosnál. Mennyivel? A hadsereget értesítették? Egyelőre nem.